Jelenleg összesen 5,5 millió hektár szántóföld terület van Magyarországon. Ennek közel 6%-ára, megközelítőleg 350-400 ezer hektárra lehet majd licitálni a Földet a gazdáknak programban, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal kormánymegbízottja Kozma Péter. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 165 külön helyrajzi számú szántóföld szerepel a licitálható területek listáján. Vásárolni csak földműveléssel foglalkozó magyar állampolgárok tudnak, akiknek a lakóhelyük vagy mezőgazdasági üzemközpontuk az eladásra kínált terület 20 kilométeres körzetében található. Egy gazdának a vásárlás után összesen legfeljebb 300 hektár föld területe lehet. Nem bevételorientált ez a program, nem az a célja, hogy az állam bevételeket generáljon, az a célja, hogy a családi gazdaságok földtulajdonhoz jussanak. Ebből kifolyólag nem ez a prioritás, hogy mennyi bevétele lesz az államnak. A prioritás csupán annyi, a megjelent kormányhatározatban is ez világosan kiolvasható, hogy a piaci ár felett fogja meghirdetni a Nemzeti Földalapkezelő, és még erre, ha szabad úgy mondanom, még erre jön egy licit, ami alapján végül kialakul a végleges vételár. Azt szeretnénk, hogy ne érje szó a ház elejét. Mégiscsak egy felelős állami vagyongazdálkodást kell végrehajtani, a legjobb árat szeretné elérni az áram ezekért a földterületekért. A licitálás minden esetben nyilvános lesz. Nyíregyházán az elsőt november 16-án tartják, a Kótai út 33 szám alatt. Az érvényes licitáláshoz előzetes regisztráció szükséges, amit aznap a helyszínen készpénzben kell kifizetni az érdeklődőknek, ez licitálási naponként 30 ezer forint. Az árverésen résztvevőknek biztosítékot is kell fizetni, ezzel szűrik majd ki a komoly érdeklődőket. Licitálni így majd csak azt tud, aki a kikiáltási ár 10%-át előző nap 12 óráig egy megadott számlaszámra befizeti. A földek kikiáltási ára minden esetben a forgalmi érték plusz annak a 10%-a lesz. Aki végül megnyeri a földet, annak beszámítják az előlegét, a többieknek 8 napon belül visszautalják a pénzt. A licitáláshoz szükséges földművelési igazolvány, valamint jogi képviselet is. Elővásárlási joga van a jelenlegi haszonbérlőnek, a helyben lakó szomszédnak és földművesnek. A vásárlóknak banki hitelprogramot alakítottak ki, ami 20 éves, fix, alacsony kamatozású hitelt biztosít majd.